Új ebolás beteget kezelnek az orvosok a kongói köztársaságban, Beni városában. Egy 13 éves kislányt. Ha nem kezelik, az ebola szinte minden esetben halálos, ezért a gyorsaság életmentő lehet. Janin és a két testvére már 3 hete itt vannak. A családjukból 7 haltak meg. Amikor anya meghalt ebolában, nem tudtuk, mi volt a baja, azt hittük, megmérgezték, mesírja a lány. Az ebola a testnedvekkel terjed. Ebben a különleges kialakítású műanyag sátorban az alapvető kezeléseket kontaktus nélkül kívülről lehet elvégezni. Korábban 15 percbe telt csak az, amíg beléphettünk a szobába. Most pár perc alatt tudunk a páciensnek segíteni, mondja ez az orvos. A pár évvel ezelőtti járványnál még nem voltak ebola gyógyszerek. Ma már vannak, de az alkalmazásuk gyerekcipőben jár. Egyrészt idegesek vagyunk, mert ezeket a gyógyszereket csak nagyon kevés betegen próbálták ki, mondja az Egészségügyi Világszervezet munkatársa. Másrészt örülünk, mert először vannak olyan eszközök a kezünkben, amelyekkel közvetlenül felvehetjük a harcot a vírussal szemben. Rendelkezésre áll egy új oltóanyag is. Bár a globális egészségügyi hatóságok nem hagyták még jóvá, de már több mint 15 ezer ember beoltottak vele ebben a régióban azért, hogy megelőzzenek egy nagyobb járványt. Ugyanakkor Kongónak ebben a részében nem csak az ebolától kell félni. Innen 1 kilométerre fegyveres csoportok küzdenek a központi kormány ellen. Amikor felerősödnek a harcok, ez a környék no-go zóna az egészségügyi munkásoknak. Benit távolozásunk után újabb támadás érte. A harcok alatt a segélyszervezetek és a külföldi orvosok nem mehetnek a terepre. Ezért létfontosságú, hogy a helyi egészségügyi dolgozók önállóan is el tudják látni az alapvető feladatokat. A helyi egészségügyi dolgozók az első védelmi vonal, mondja ez az orvos. Minden beteg idejön először. Ha ezek a nővérek nem tudják, hogyan kerüljék el a fertőzést, akkor őket is elveszítjük. Újra Beni központi kórházában vagyunk, az ebolás részlegen. Megjött Janin véreredménye, és negatív. El fogom mondani odahaza, milyen borzasztó ez a betegség, és bíztatom őket, hogy jöjjenek ide, és gyógyítassák meg magukat, mondja Janin. Janin két testvérének egyelőre maradnia kell. A lány azt mondja, minden nap eljön hozzájuk, amíg ők is meg nem gyógyulnak. Amikor egy páciens meggyógyul, mindig megcsillan a remény, de minden nap jelentenek új eseteket is, mondja az Euronews tudósítója. Egyelőre nem lehet megítélni, sikerül-e csírájában elfolytani a járvány. Jorgen Samson, Beni, the Democratic Republic of Congo, for Euronews.